szép vidéken, légy üdvözölve, szokásunk és lehetünk szerint, királynőtök, bölcse és királynőtök szín előtt. A mesék címe Benedekele Rásfőgényről. Hol volt, ahol egy szegény asszony. Azon elhalt, nem maradt csak egy nagy mustafia. Mindenki csak kestyamúnak hívta, amiért nem szeretett dolgozni. Nem csinálhat az esztendőnek egyebek, csak télen és hútban pucolgatni. Nyáron az árnyékban hennyed. Egyszer azt mondja neki a szegény asszony. Hallod-e, kedves fiam, hozzám már egy gonta vizet a berettyóból, hadd mossam ki a szennyes ingedet atyádat. A legény csak a vállát húzgálta. Mennék én nagyon szívesen, hanem restelnék. De a szegény asszony tovább istenkedett. Vallok ki már, kedves fiam, hadd mossam, mit szól a világ, hogy szennyes ingben atyával járnak. Na, csak addig. Felnagolta a legény a kantát, s nagy duzzogva kicamogott. Megmerítette a kantát, s hozta hazafelé. Hát egyszer csak megszólalt valami a kantában. Hallod-e, te legény? Add vissza a szabadságot. Öntsél vissza a berettyóba. Azt mondja a legény. Visszaöntenélek én szívesen, de restellek megint lemenni a folyóhoz. De addig kérlelte a pici hal, míg a rest legény visszafordult, aztán a folyóba lökítette. Az meg így szólt. Köszönöm a jóságodat, de szeretném is majd meghálálni. Ha kívánsz valamit, nem adj egyebet, csak ennyit. Hoppáli hírével, cihal kedvével. Ahogy ezt elmondta, el is innant. Restje Pómet hazavitte a vizet. Alig tette le a kantát, azonnal a hasára tette a tenyerét. Éhes vagyok, édesanyám! Ha éhes vagy, kedves fiam, erj oda, ahol ennivalót találsz! Hirtelen eszébe jutott a pici hal, aztán mondta. Hoppáj, hírével, pici hal, kedvével, borra, kalácsal, nagy tárpecsenyével. Alig ejtette ki a száján, megterült az asztal, jól lakott ő is, az anyja is, alig bírtak felállni a lótáról. A szegény asszony mosáshoz fogott. Restje Pómet kifeküdt a ház mögé a hűvösre. Amíg ott feküdt, arra sétál a király lánya. Hát te, Restje Pó, ráérsz dolog időben is. Mérges Restje Pó, aztán visszavágott. Hoppáli, hívével, pici hal, kedvével, hasadva a gyerekkel. Csodák csodájára, teherbe esett a király kisasszony. De remélyes lett, ugyancsak attól a naptól kezdve. 9 hónapra rá pedig lenn, egy fiú gyereke született. Nagyon szép kisfiú volt, de hiába, a királynak nem tetszett az eset. Fogadta a lányát, ki a gyerek apja, de az csak esküdött égre föl, hogy ő nem hát senkivel. Ott a teremtette, apjának mégiscsak lenni kell. Vetés nélkül nem terem a föld. A tudósok azt tanácsolták a királynak, hogy sorakoztassa föl ország összes férfi népét mindegy szállít. A gyerek kezébe meg adjuk egy piros almát. Akinek a gyerek azt a piros almát oda nyújtja, az az apja. No, mondja a király. Ha csak ennyi múlik, ezt elrendeltem. Abban megint túlt a nagy sorakozás. Először is sorját tudtak katonaság, utána a tartalékosok, majd pedig minden számításba vehető férfi nép. Hiába, a gyerek egyiknek se adta oda az almát. Mi hiba van itt? Gondolkodott így a király. Tévedtek talán a tudósok, de azok szabadkoztak erősen, hogy ők nem tévedtek, hanem bizonyosan kimaradt valami úton módon egy férfi ember. Addig számlálták a népet, míg rájöttek, hogy a restjankó nem volt a sorakozásban. A király azonnal érte küldött egy szakasz katonát. Hozzá ebben a minutóban, de bizony beleteltett a félnap is, mert jankó aludt a padláson, aztán nehezen bírtak felküldeni. Hanem mikor betuszkolták az ajtón, a kisgyerek azonnal oda jutott a felé az almát. Na ebben, bebizonyosodott,
Aki nem hiszi, járjon utána.